kisméretű zongora. Itt lesz a zongora szék előtte, ez maga a zongora, ez egy egyszerű szék, ez pedig egy két személyes kanapé. Stimmel? Az egy értelem szerint egy dohányzóasztal. Itt van egy komód, ezen a komódon van egy italos készlet, elfordul. Igen, majd elindul. Aztán visszanéz. Vissza. Pohara, stb. Ami egy komódon kell. Lehet, hogy egy kávés készlet is mellette, ezt nem tudom, azt mondtam, mint a szép. Dobhatsz egy puszit neki. Egy, akár egy ilyen félreérthető, tehát, hogy mintha gondolkoznál, oda teszed a szád elé a kezed. És abból. De az lehet akár úgy értheti is, hogy az egy puszi, vagy mit tudom én. És a járás a Boriska szobája. Erre. Erre van az ebédlő, erről jön majd be a mama. Szóval fölmenjek? Hát én ezt nem is tudom. Tehát aki ebédlőbe megy, az ide megy. Ki tudja. Igen. Szóval minden olyan kétértelmű. Valami, igen, olyan titokzat. Aki Mariska Olga megy, az ide megy. Aki pedig a utcáról jön, innen jön. És ezt egy nőnek nem kell magyarázni, hogy ez hogy lehet minél zavarba ejtőbb egy ilyen helyzet. Jó, azt mondja, hogy... Zente Ferenc Színház új bemutatóra készül, március 27-én lesz a premierje Heltai Jenő a Tündérlaki Lányok című színművének. Körülbelül 10 napja kezdődtek el a próbák, és tartanak a bemutatóig. Reméljük, hogy a közönség örömére. Heltainak ez a második legismertebb színjátéka a Néma Levente után, több külföldi bemutató és a magyarországi folyamatos sikerek igazolják ennek a színdarabnak a létjogosultságát. Egy családi történetről van szó, egy családon belüli történetről, ezen belül természetesen a egymáshoz való viszonyokról, a felelősségről, és tulajdonképpen mindarról, ami egy család életét általában véve motiválja és befolyásolja. Egy lány, aki a családjáért úgymond áldozatot hoz, de természetesen ez az áldozat nem olyan szintű, amely ne lenne elfogadható, és a család tagjai különböző módon reagálnak erre a tulajdonképpeni vállalásra. Erről szól a színdarab. Szép kis herceg! Nekem a legszebb, mert szeretem. Álmodozni és szenvedni csak a költőnek szabad. Neki is csak azért, mert ez a kenyere. Nekem például a boldogtalan szerelem évenként 3-4 ezer koronát jövedelmez. Azért én szerencsém volt. Olyan boldogtalan vagyok, hogy legalább 10 000-et fogok keresni. Ha ez a szerelem még sokáig tart, milliómos leszek. Hát miért ne tartana sokáig? Mert mind a ketten gyávák vagyunk. Most épp a rendelkező próbák vége felé tartunk, utána kezdődnek az emlékpróbák, és azután jön majd a főpróba hét meg 27-én a bemutató. Semmivel sem vagy külön nálunk. Ha önzők vagyunk, te is az vagy. A te bűnöd sem kisebb, mint a milyen. Igaz. De neked legalább van szívem és bátorságom ahhoz, hogy mindenről lemondjak, amikor a testvérem boldogságára van szó. Na, hát most itt az alkalom. Fogjunk össze és tegyük jóvá, amit ellene vétettünk. Mi a vétkünk? Négy lány és egy anya története, egy özvegyen maradt anya története, ami különböző fénytörésben láthatja a család
egymáshoz, család tagjainak egymáshoz való viszonyát. Idők változásával ezek a konfliktusok és ezek a problémák, vagy ezek a kiélezett helyzetek nem igen változnak, vagy nem igen alakulnak át másféle szituációkkal, hanem ezekkel mind mindig meg kell küzdeni, és érdemes őket végigélni. Nem egy tragédia, nem egy semmiféleképpen nem vígjáték, egy középfajú dráma. De mi a furcsa? A kislányokból egyszerre nagy lányok lesznek. Tegnapról már a titokban észrevétlenül jönnek, mint a tavasz. Tegnap még nem gondoltunk rá, és ma már itt van. Ragyog, neve, melegít. Báró úr, nem haragszik meg, ha valamit kérdezek, és őszintén felel rá? Becsület szavamra. Igazán tetszem magának? Nagyon. És lehetséges az, hogy más férfinak is tetszem fiatalabbnak, mint... Bocsánat. Ne kérjen bocsánatot, Sárika. Maga minden férfinak tetszeni fog, mint el fog jönni, hogy a korai tavasz első sugaraiban sütkérezzen. A darabbal természetesen találkoztam, de nem úgy, mint rendező, hanem még az egyetemi éveim alatt. Amikor drámairodalmat tanultunk, akkor foglalkoztunk ezzel is többek között. A színház vezetősége ajánlotta nekem ezt a darabot, tehát ezt nem én választottam, de nagyon szívesen fogtam bele a munkába. Utána rendezem a Csárdás királynőt Egerben, és azután pedig Szlovákiába, Kassára megyek egy operát rendezni a Kassai Állami Operaházba, Hoffmann meséit. Elmész a cigiér, de ő elkezdi folytatni a beszédet, és annyira imádott hallgatni ezt az embert, annyira jól esik hallgatni ezt az embert, annyira érdekes és érdekfeszítő, hogy elfeledkezel a cigiről. Majd egyszer csak észbe kapsz, és akkor ott van a két, ugyanis a két cigi ott van az orrod előtt. Hát én nem is jövök többé, Boriska. De ha el is megyek innen, nem megyek egyedül. Magammal viszem. Én magával megyek? Igen. Én megkértem a kezét. És megpróbálom elfelejtetni magával a szeretet és gyöngétség nélkül leírt keserű életét. A szegénységtől ne féljen, az sem olyan fekete, amilyennek festik. És ha már erről beszélünk, jobb vígan koplalni, mint szomorúan jól lakni. Szívesen dolgozom a Salgótarjánban, a Szent Ferenc Színházban, hiszen ez az ország legfrissebb, a legfiatalabb professzionális együttese.